100. szívbúcsunk, és elérkeztünk annak a program sorozatnak az utolsó alkalmához, amit jezsuita esték névvel címmel kezdtünk el még februárban, hiszen a jezsuita atyák teleműködésének köszönhető, hogy megszületett a Jézus szíve plébánia egyházközség templom és a szívbúcsú. Sajnos a történelmi hányatudások miatt jezsuiták itteni működése nem folytatódhatott, de most a rendszerváltás után, hogy újra vannak hála Istennek jezsuiták közösségek, egyházak, illőnek tartottuk, hogy ezen a évfordulón jezsuiták pátereket hívjunk, és kicsit a jezsuiták lelkiségbe rajtuk keresztül belekóstolhasson. Ezen az utolsó estén szeretettel köszöntjük Hibaszért Jezsuit atyát Budapestről, aki az ő szívéből, a lelkéből hozott nekünk a mai estére, bemutatva ezzel azt a gazdagságot, amit Jézus szentséges szíve rejt, hiszen ez a szív bennünk él és dobog, és minden megnyilvánulása ennek a szívnek a mi szívünkön keresztül az Isten gazdagságát tárja fel. Köszönjük, hogy eljött közénk, és ebből a gazdagságból részesít minket Isten hozott a közénk. Yeah.
szent lelked világossága bátorítsa azok szívét, akik kegyelmedre újjászunk. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben. Isten mindörökkön. Olvasmány Ezekiel a könyvéből. Az Úr keze megragadott engem, és lelke által kivezérelt és a bőrben itt, amely tele van csontokkal. Körbevezetett a csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belőlük a bőrben, és teljesen ki voltak szállva. Az Úr így szólt hozzám. Emberfia, életre kellnek még ezek a csontok? Így feleltem. Uram, Istenem, te tudod. Ekkor így folytattam. Jövendői ezekről a csontokról. Így beszél. Ti kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Íme éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátnak inakkal, és most növesztek rajtatok. Bőrrel borítanak titeket, és éltető leheletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én jövendőltem, miként a parancs szól. S lám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zöngés nálunk, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, ín és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük. Ekkor így szólt hozzám. Jövendői az éltető leheletről, jövendői emberfia, mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr az Isten. Gyere el, hogy szél hazájából, és fúj ezekre a megöltekre, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amint megparancsolta nekem, és éltető lehelet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak. Egy igen nagy sereg. Akkor így szólt hozzám. Emberfia, ezek a csontok, Izrael egész háza. Lám azt mondják, elszállott a csontunk, oda a reményünk, végünk van. Jövendői ezért, és így beszél. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme kinyitom sírjaitokat én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitok sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból én népem. Belétek voltam lelketeket, lelkemet és életeket. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondom ezt, és végbe is viszem. Ezt mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Thank you.
testvére. Az egész teremtett világ mindmájunk sóvárga vágyakozott, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljunk. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csirályi bensőben hordozunk. Sóhajtunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reményben, de a remény, amelyet már teljesen látunk, nem is reménykedik. Ha tehát remény, amit még nem látunk, várjuk állapotosan. Gyöngeségünkben pedig segítségünkre sért a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell teljesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezheti fohászkodás. Isten pedig, aki szívünket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten. Amikor még így álmodozik arról, hogy katonai karrierje lesz,
akkor ő az jó esetben egy órákon keresztül tudta képzelni, hogy kiszabadít egy hölgyet, és megment embereket, és aztán utána belefáradt, és akkor ő tovább folytatott az utakon. És amikor arra gondolt, hogy Isten fogja szolgálni, úgy, mint a szentek, mert hogy ilyen könyveket kezdett el olvasni, akkor olyan öröm fogta el, amit utána is maradt. Tehát ez volt az első felismerése, hogy amikor így az Istenre gondol, és ő neki akar szolgálni, akkor egy olyan erő van benne, ami megmarad. Mert hogy az az út, az életünk teljessége, hogy vele járjunk. És ez egy olyan titok, ami bennünk van. Van bennünk egy belső forrás, és ez táplál bennünket. És valahogy úgy lüktet bennünk az élet, ahogy lüktet a természetben, a fákban, körülöttünk levő világban, természeti világban. És amire meg vagyunk hívva, hogy legyünk ennek tudatában egyre inkább. És így jezsuitaként, amit mi szeretnénk, és Ignác is erre hívott bennünket, hogy segíteni az embereknek abban, hogy rátalálják erre a forrásra a szívükben, és hogy ebből tudjanak élni a hétköznapokban. Ignácnak volt Isten hite, amikor katona volt, de még nem volt volna tapasztalata. És az ő fejében az Isten valaki olyasmi volt, akinek állandóan meg kell felelni, szóvákat kell megtenni, ki kell érdemelni az ő szeretetét. És Ignác ugye megtérése elején állandóan ezt próbálta, és hogy ettől annyira kétségbe esett, hogy eljutott az öngyilkosság gondolatáig, hiszen ő sosem elég jó. Ő saját maga kezdte el bírálni a saját cselekedetet, hogy én még mindig nem tettem eleget, így még nem tud szeretni engem az Isten, így még nem tud elfogadni engem az Isten. Még teljesítenem kell ahhoz, hogy elfogadható legyek neki. És ebben annyira belecsavarodott, hogy igazából már nem látott kiutat. Mert Ignác saját magára figyelt, és nem az Istenre. És amikor már nagyon padlón volt, na akkor kiáltott fel hozzá, hogy segíts Uram, mert elpusztulok. És ez volt az a döntő pillanat, hogy saját magáról az Istenre figyelt. És akkor felfedezte azt, ami már régóta ott volt, hogy az Isten már rég szereti, kezdetektől fogva. És ez a jó hír számunkra is, hogy az Isten már régen szeret bennünket, az anyaméktől fogva. Akarta, hogy legyünk, és szeret bennünket, és kíséri a jó útján. Valamikor jobban érezzük, valamikor kevésbé. De hogy ha vagyunk olyan bátran, hogy elcsendesedjünk, és a szívünkbe nézzünk, akkor rá tudunk találni erre a szeretetre. Mert ez a szeretet bennünk van. Mert Isten, ahogy Ignác azt fedezte fel, hogy Isten az, aki megszabadít. Isten az, aki életet ad. És ez lángolóban adta az ő szívét, ez a tapasztalat. Egy olyan erőt adott neki, ami segített neki, hogy meg tudja fogalmazni a vágyát. Vagyis, hogy segítsen a lelkeken, hogy létrehozza lelki gyakorlatokat megállítja, és hogy létrehozza, megalapítsa a jezsuita rendet 1540-ben, most már lassan szinte 500 évesek leszünk. Szóval ez az ő tapasztalat, hogy az Isten az, aki lángra gyújtja a szívemet, aki szabadságot. Ha visszagondolok a saját életemre, én eredetileg német-angol szakos nyelvtanár vagyok, és 6 évig tanítottam nehéz sorsú fiatalokat, ahol minden egyes nap, amikor véget ért, az egy ajándék volt. Mert egy nagyon nehéz küzdelem volt nekik is, ahogy újból megváltak visszatalálni a társadalomba, elvindulni a társadalom nem tett őket végleg. És nekünk tanároknak is, mert nekünk ezt a sarat állni kellett, végig küzdöttük. És nehéz ott eleinte egymás ellen, mert ők még nem értették meg, hogy segíteni akarunk neki. És utána egy-két év múlva egymás mellett küzdöttünk. Szóval nekem nagyon sokat adott
De hogy így folyamatosan gondolkodtam, hogy vajon az Isten mire hív, mert hogy így felnőttünk vissza az egyházba. És hogy nem tudtam dönteni. És volt egy szentmise, amikor így nagyon-nagyon kerestem, és azt mondtam, hogy bezárul minden kapu, és nem tudom, hogy merre kéne lépni családos hivatás felé, vagy szerzetes hivatás felé. Haszak István boldoggá avatásáért imádkoztam, hogy szentmise végén, és Kaszap István egy jezsuita novicius, fiatalon halt meg, és mai napig a boldoggá avatásáért imádkozom. Én akkor kezdtem el, ez már 13 éve volt. Szóval volt egy szentmise, annak a végén imádkoztam Kaszap István boldoggá avatásáért, és a végén megnyugodott valami a szívemben. Talán maga az egész szívem elkezdett égni, és ez napokig tartott. És ez olyan tapasztalat volt, ami elégetett benne mindenkit, a felőzésben mellett. És amikor nehéz volt a hivatásban, mert a hivatás sem különbözik attól, mint a családos élet, hogy így megy föl, megy le, és marad a hűség, meg az emlék, hogy miért is indultam el ezen a úton. Szóval én mindig ehhez kötöttem vissza, és ez megtartott. És ezzel a tapasztalatban, amit Ignác megél, ki tudtam mondani, nem mondott ki újat, de talán újszerűen azt, hogy mi is az ember életnek a célja, mi a mi célunk, mi az mi életünknek a célja. És az nagyon egyszerűen, így tudnám mondani, hogy élet Istennel. Sokszor halljuk, hogy Isten a szeretet. De hogy amikor a mi életünk a tapasztalat, de azt hívem, akkor van megváltozik bennem. És akkor felfedezem, hogy az élet Istennel az valóban élet, ami nekem átvisz a hétköznapok nehézségén, szűkességén. És hogy minden másik azért van teremtve értve, hogy eljussak ehhez a célhoz, hogy viszont tudjam őt szeretni, viszont tudjam őt szolgálni. Nem csak imában, misében, hanem így az embertársaimon keresztül, abban, ahogy a családomban helytállunk. Ez mind-mind valóban van, hogy valójában Isten szolgálom. Az ő szeretetét adom vissza, van, hogyha én hűséges vagyok a munkámban, hűséges vagyok az életállapotomban, a családomban, házastársamban, gyerekek felnevelésében, akkor mindig ebben lépek bele, amiben meg vagyok hívva, hogy az Isten szeretetét valahogy visszahozzam. És amikor ezen az úton járok, szívesen meghallgattam az őket testvérek tapasztalatát, hogy valahogy mindig van erő bennem, mindig van erő ahhoz, hogy tovább megyek egy lépéssel. És hogy azt is megtapasztalhattam, hogy ez egy emberi tapasztalat, hogy vannak érzéseim, vannak jó érzések bennem, amik erőt adnak, és vannak nehezek, amik lehúznak, amelyek akadályozzák benne az életet. És az, ami nagyon sokat tud segíteni, így jezsuitaként nekem, hogy napról napra elcsendesedek, és feltevezem, hogy melyek azok az érzések, amelyek tovább visznek. Mik azok a nehéz gondolatok, amelyek el akarnak szakítani ettől a forrástól. És hogy minden nap gyakorlatilag én döntöm el, hogy ezen az úton megyek. Ez az én felelősségem, hogy hűséggel kitartok az úton, amire meghívást kaptam. Ahogy ti is teszitek napról napra. És erre fontos, hogy legyen egy belső szabadság. Egy jezsuitaként nagyon fontos, hogy a tekintetem, mondhatom azt is, hogy a belső tekintetem, a szívem tekintete Jézuson van. És ez a kapcsolat az, ami engem megtart. És akkor a szabadságot is ebben tudom megtalálni. És ebben gyökerezik az a szeretet, ami sokkal inkább cselekedetekben mutatkozik meg, mint érzelemben. Tehát maga a szeretet, az lehet, hogy van benne egy érzelmi feldobbanás, de ami marad belőle, az egy sokkal mélyebb dolog. Ez egy tudatos döntés napról napra. És egy
egyfajta önáltalás, amikor jönnek a nehézségek, akkor újra és újra igent mondok az Isten hívására, mint ahogy a családi életben is, amikor jönnek a nehézségek, és igen tudok rá így is mondani a döntésemre, akkor valamilyen nehézség. És ami most történik ebben a pünkösdben, hogy várjuk a Szent Lelket, hogy mélyüljön bennünk, ez valahol azt is jelenti, hogy a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek, van egy olyan dinamikája, ami egy, megint csak ezt mondjuk kölcsönös szeretetből áll, ahol folyamatosan egymásra figyelnek, van valami harmónia, és hogy ebbe én be tudok kapcsolódni. Én erre vagyok meghívva, mert hogy a Szent Háromság a szívemben él, és én tudok ebből élni. És ebben a mai szentmisében kérhetjük akár ezt is az Úrtól, hogy egyre mélyebben tudjak rátalálni a lelkemben levő forrásra, a Szent Lélekre. Kedves testvérek, hajlok, hiszek egy Isten, minden alapjában, mennyek és szörnyek, minden látomnak és láthatatlanak teremtőjének, hiszek az Egyúrban, Jézus Krisztusban, Istennek Szülőfiában, aki az Atyától született, az Úrtól kezdett el, Isten az Istentől, egyesítő erejét, mindjárt testvéri
szeretetben kapcsoljon össze Krisztus a jólók által. Amen. Magad köré szüntelen, hogy nap kelettől nap nyugatig
tiszta áldozatot mutasson be nekem. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen kiadva a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondom, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatot. Köszönöm,
feltámadása után Jézus is köszöntötte tanítványait békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, nem vétkeinket nézel, hanem egyházat kitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodott mindörökön örökké. Thank you.
könyörögjünk. Isten, magunkhoz vett ajándékait, szüntelen táplálják bennünk, annak a szent életnek tűzét, akit az apostolokra csodálatosan kijátszották. Krisztus, ami úrunk kedves Gyuri, hogyha a Jézus Széle Egyházközség képviselő testülete és valamennyi ötelében szeretném megköszönni, hogy a jezsuita estét mai 5. és 5. utolsó alkalmára elfogadta a meghívásunkat, elfogadta a felkérést és eljött közénk az ötülésre, eljött ide a templomba, hogy a Szent Isten eltadásával, prédikációjával és személyes tanúságtételével tanítson, buzdítson és segítsen bennünket a jubileumi 100. szívkulcsunkra való lelki előkészületünkben. Biztos vagyok benne, hogy lelkiekben sokkal többen voltunk és vagyunk most itt jelen ebben a templomban, mint ahogy gondolom, mi magunk is lelkiekben, lélekben ott voltunk a sokan Csíksomjó, ott voltunk a Kissomjó és Nagysomjó közötti gyerekben bemutatott szentmisében. Annak külön örülök, hogy erre a befejező alkalomra a Jóisten dicsérni, és Gyuri atya tiszteletére még egy kis madárkát is sikerült beszerveznünk, reméljük azért, hogy ki is tud szabadulni vissza a szabadba. A bennünket körülvevő világ napjainkat körülvevő világ történései, gondjai, feladatai, azt hiszem, egyikünk életét sem könnyítik meg, hiszen nap mint nap gondokkal szembesülünk, külső-belső küzdelmek megnyilvánosára kényszerülünk. Talán ezért is volt számomra egyfajta hitvallás és útmutatás, amit Gyuri atyával készült egyik beszélgetésben olvastam, amelyben Gyuri atya az ő életéről és hivatásáról van néhány éve készült ez a beszélgetés, és amire azt hiszem itt most a prédikációban is utalt. Valahogy azt mondja, azt hallja Gyuri atya ebben a beszélgetésben, talán szó szerint nem tudom idézni, de amiben a prédikációra is utalt, hogy a kemény belső küzdelmek megvoltak és megvannak az életemben, de ez és sok más belső élmény előtt van. Eddig mindig megkaptam mindazokat a kegyelmeket, erőket és erőt a Jóistentől, ami szükséges volt a nehéz pillanatok átvészelésében. Ez megerősít abban, hogy a helyemben vagyok, és hálát érzek minden pillanatért. Hát mi most azt hiszem, hálát érzek azért, hogy ezen a mai befejező estén, ezen a befejező alkalommal Gyuri atya személyén keresztül kaptunk biztatást, támogatást, hogy megerősödhettünk újra hitünkben. Én azt kívánom valamennyi embernek, és adja Isten, hogy itt legyen, hogy mi magunk is mindig megtapasztalhassuk a Jóisten gondviselő szeretetét, és hogy ugyancsak megtapasztalhassuk újra és újra, hogy mi is a helyünkön vagyunk. Gyuri atya életére, munkájára, feladataira pedig valamennyi nevében a Jóisten bőséges áldását és kegyelmét kívánom. Köszönjük szépen! Kérdezzük a kedves testvéreknek az első vasárnapi szentségimádás holnap a Szent Pászkó templomban lesz. Július hónapban minden este a Szent Mise előtt elimádkozzuk, az esti Szent Mise előtt a Jézus Szíve litániát 3:45-tól. Pünkösd hétfőnap hétköznapi miseletet tartunk, reggel 7-kor és este 6-kor lesznek a Szent Misék. Kedden tartjuk a Bántai csoport ima óráját, délután 2 órától a Bántai székházban. Kedden az esti Szent Mise után a temető kertben több száz virág palántát ültetünk a 100. szívkulcsú tiszteletére. Kérjük, aki tud, segítsen ebben a nagy munkában, tehát kedden este a Szent Mise után, aki jön hozzá egy kis ültető szerszámot is, hiszen csak 2-3 darabban belőle a prémát.
ünnepekkel kapcsolatos feladatokat fogjuk megbeszélni, szeretettel várjuk a testület tagjait. Csütörtökön délután 4 órakor nyitja meg kapuit a 100. szívbúcsúra rendezett kiállításunk a régi kis templomban. Az ünnepélyes megnyitóra és tárgyat bemutatóra szeretettel várunk mindenkit. A kiállítás július 10-ig lesz látogatható. Köszönetet mondunk Vakosni Malász Andreának, a Magyar Múzeum igazgatójának és munkatársainak, a kiállítás összeállításáért, és mindenkinek, aki az anyagok beszerzésében vagy kétkezi munkában segítette ennek a kiállításnak a létrejöttjét. Jövő vasárnap a Szent Háromság ünnepe, ezen a vasárnapban lesz az első áldozás, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében. Az első áldozatosi főpróba jövő szombaton délután 3 órakor kezdődik. A próba alatt hozzátartozók már gyógyulnak, az első áldozók első ünnepélyes gyógyulása pedig a próba után kezdődik. Szent mise végezés, menjetek végével, Halleluja!